Sziasztok, mai vendégem Hernyák Gábor, aki nem csak megnyerte a magyar Brewers Cupot, hanem kijutott egészen Bostonba a világversenyig, ahol 26. helyezést ért el. Gábor, kérlek, mesélj magadról. Köszönöm, hogy itt lehetek, Bence. 26 éves vagyok, barista, nem annak készültem. Annak idején szerettem volna színész lenni, tűzoltó, és mi egymás. Viszont elkezdtem benni életesül dolgozni, viszont akkorán 18 évesen kiköltöztem Angliába, és ott éltem 3,5 éve. Ez alatt nagyon sok mindent csináltam, a mosogatástól kezdve az üzletvezetésig mindent. És soha nem gondoltam volna, hogy kávéval fogok foglalkozni, hiszen nagyon nem kedveltem a kávét. A szüleim kávéztak otthon, viszont nekem abszolút mindig is meg volt a véleményem a kávéről, ez egy keserű ital, amit csak azért isznek az emberek, hogy felébredjen, de senki nem szereti, mindenki cukrot tesz bele. És kóstoltam egy kávét, amitől teljesen lát a szavam, és nem hittem el, hogy kávét iszom. Annyira más volt, hogy annyira gyümölcsös volt, és annyira kellemes volt, hogy úgy döntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Ki volt az, aki megkóstoltatta veled ezt a kávét? Mint mondtad, ha nem szereted a kávének az ízét, akkor ez ténylegesen azért meglepő, hogy mégis megkóstolta veled. Igen, annak idején elmentem egy barista képzésre, még itt Magyarországon, és nagyon szerettem volna megtanulni, hogy lehet mintákat önteni a kávéknak a tetejére, ez az úgynevezett látteátot. És egy szép barista tanfolyam keretein belül tettem meg, ahol találkoztam ahol a tréner, igazság szerint, aki a barista tréninget tartotta, annyira elhivatottan beszélt a kávéra, hogy nagyon megtetszett. De minden nem élveztem a kávének az ízét magát. Ugyanakkor, amikor kimentem Angliába, találkoztam egy pörkölőmesterrel, akivel nagyon sokat beszélgettem, mert hogy azt gondoltam, hogy a kávé nem igazán finom, ami ott volt, és kiderült, hogy nem erről van szó, csak ez egy másfajta kávé, ez egy világos pörkölésű kávé, míg Magyarországon akkor még a sötét pörkölésű kávé volt a nagy divat, mai napig is egyébként, és akkor kóstoltatta meg velem ezt a V60-t, ez a pörkölőmester, és akkor mondtam, ez egy fételes kávé, és akkor mondtam neki, hogy ezt egyszerűen nem hiszem, hogy ez egy kávé ital. Magyarország hol helyezkedik el ámblokk egy hozzávetőlegesen a kávézás világában? Tehát nagy kávéfogyasztóknak számítunk mi? Magyarország nagy kávéfogyasztó, viszont a világos pörkölés az világszinten kb. 2%, szóval nagyon-nagyon kevés a nagy átlaghoz képest. Egy olasz kávé sokkal elterjedtebb, sokkal inkább ez a megszokott ízeket keresik általában az emberek is, a világos pörkölés az teljesen meg. És hogyan vélekedett erről a családod, mikor te azt mondtad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, nagyon, és ezt ki szeretnéd tanulni? Uh-huh. Nagyon meglepődtek, nyilván mert nem szerettem kávézni soha, és természetesen, amikor megnyertem egy magyar bajnokságot, meg elkezdtem dolgozni specialty kávézókban, akkor a hatalmas csodálat és ilyen megdöbbenés volt az arcukon, hogy én a kávéval akarok foglalkozni. De mikor nyilván megnyertem a bajnokságot, akkor úgy érezték, hogy valamit jól csinálok, és hogy igen, ennek van értelme. Kérlek, mesélj erről a versenyről. Kávézás először egy éve kezdtem el dolgozni. Nagyon-nagyon alapszinten kezdtem ezt az egészet, és nagyon nagy remény volt az, hogy a magyar versenyt meg tudtam nyerni. Hihetetlen jó élmény volt maga az út tanulni a kávéról, a versenynek a részét tényleg teljes mértékig kielvezni, amikor ott álltam a színpadon és prezentálni azt a kávét, amiben egy csomó dolgoztam. Hihetetlen jó élmény volt. Nagyon furcsa volt tapasztalni azt, hogy nem izgulás, nem remegés letúr rajtam, hanem csak élveztem azt, amit csinálok, és akkor jöttem el, hogy nekem muszáj a kávéval foglalkozom, és ez egy nagyon jó irányba vitt el engem. Volt, aki támogatott ebben? Igen, a cég, ahol most dolgozom, az Espresso Embassy 100%-ig mellettem állt, és nagyon sokat támogattak, mind a kávéban, mind szakmailag, tapasztalatokkal segítettek engem a verseny során. Akkor térjünk is át, és mutassuk be, hogy hogyan is készül egy kávé. Vágjunk be! Gábor, szeretnélek felkérni arra, hogy mutass be az itt látható eszközöket, és a kétfajta kávé készítés bemutatását meg prezentált. Rendben. Elsősorban is szükségünk van egy vízforralóra, ami hőmérséklet szabályozási, pontosan tudjuk, hogy hány fokos az a víz, így mindig ugyanazt a hőmérsékletet tudjuk hozzáadni a kávékhoz, ezáltal konzisztensebb lesz az eredmény, amit tudunk elkészíteni. Van egy mérlegünk, ami egy elég drága és precíz mérleg, külön mér grammokat, illetve tized grammokat is.
Minden kétfajta kávékészítési eszközhez melegetés és forró vizet fogunk használni, illetve kávét, ami le van őrölve. A káppingoláshoz, azaz a kávé kóstoláshoz szükségünk van 12 g kávéra. Frissen őrölt kávéval érdemes készíteni, ilyenkor sokkal kellemesebb aromákat tudunk kinyerni a kávéba. Nyugodtan illatod, mert nagyon kellemes illata van. Ez egy ruandai kávé. Semmi más dolog nem lesz, mint hogy ez a csésze pontosan 200 g-os, és 200 g vizet ráöntünk, és elindítunk hozzá egy időmérőt, és 8-10 percen keresztül áztatjuk a kávét. Annyi dologra van szükségünk, hogy mérjük az időt, mert a kávé... Nem találom a stopperet. Mert a maga a kávé áztatás úgy néz ki, hogy ilyenkor a kávé szemek feljönnek a tetejére, a csészének, és szükségünk van arra, hogy ezeket lenyomjuk. És hogyha lemegy az összes az aljára, akkor teljesen kioldódik a kávénk, és akkor megkapjuk az ízt, ami benne van. Én tetsz fel is indítom. Csináltak el, semmi más dolog nincs, mint várni. Emellett pedig el fogunk készíteni egy kézifétel kávét, amit a világbajnokságon is alkalmaztam. Ehhez szükségünk van megint csak egy mellegre, egy kiöntőre, amiben bele fog majd csöpögni a kávé, illetve egy eszközre, amit ebben az esetben V60-nak fogunk hívni. Ez egy olyan eszköz, amin fétepapír segítségével át tud csorogni a víz és a kávé. Ide fog majd bekerülni a kávé, és erre fogunk vizet önteni egy bizonyos ilyen körkörös mozdulattal, és akkor ezzel tudjuk megint csak azt elősegíteni, hogy a kávé átfolyjon, vagy bocsánat, a víz átfolyjon a kávén, és finomítalat kapjunk majd belőle. Szóval először is csak benedvesítjük a papírt, hogy elkerüljük. Igen? Erre mi szükség van, hogy benedvesítjük a papírt? Az a lényege, hogy megszüntessük a papírízt, ugyanis ezek a papírfilterek általában klórral vannak kifehérítve, és ezeknek van egy íze, amit mi nem szeretnénk az italomba beletenni. És most ezt így ki is vettük belőle. Egy receptet fogunk elkészíteni, 15 g kávéból 250 g vizet, bocsánat, 15 g kávéra 250 g vizet fogunk ráönteni, és olyan 220 g italt fogunk kapni majd a végén. De a receptek ugye azért vannak, hogy megint csak meg tudjuk ismételni ugyanazt a kávét, és hogyha ugyanazt a receptet készítjük el, akkor mindig ugyanan ízű lesz a kávénk. Többnyire, hogyha nyilván nagyon sok változó van, nagyon sok minden befolyásolja a kávé ízét, a víznek a minősége, a különböző ásványi anyagok a vízben, az, hogy hogyan öntjük fel, milyen gyorsan folyik az át, tehát hogy a hőfokkal nagyon sok mindent lehet befolyásolni. Szóval igazságszerűen minden kis apró változtatásra valamit ki tudunk nyerni, vagy pedig el tudunk venni a kávénkból, ezáltal tudjuk manipulálni az ízét. Tehát most ez egy alaprecept igazság szerint a 15 g 250 g víz. Ennek még mennyi idő kell? El is készült ez a kávé. Ez a balszakész is vagyok? Igen. De most teljesen átfolyt, látom, hogy egy kicsit csöpög, és 4,5 perc alatt így elkészült az ital. Most össze tudjuk hasonlítani igazság szerint a két kávét, ezt el is veszem. És itt van ez a cupping, amire, ha gondolod, kóstold meg, azt kell csinálni, hogy belemeríted, és így nagyot kell szűrcsölni bele. Igen? Igen. Szűrcsölni, az olyan, mintha leves szűrcsölni. Pontosan úgy, mint a forró leves, húcs levest. Jó, nagyon, még hangosabb a szűrcsöl. Még hangosabb. Aha. Értettem. Még hangosabb. Erősen szűrcsöl, mint hogyha nagyon meg akarnád inni, de közben szűrcsölni akarnád. Úgy. Minél nagyobb a szűrcsöl az, annál több levegőt jutott a szádba, és így sokkal jobban tud érezni a kávének az ízét. Nagyon érdekes. Milyen volt? Kellemes, kellemes. Tehát teljesen ahhoz vagyok szokva így átlag emberként, hogy cukor, tehát a cukornak az ízét érzett sokszor. Igen. És az, hogy magának a kávénak az ízét érezzem, az mondhatni már teljesen extrának számít. Igen. Már nem megszokott számomra. Abszett főleg én, aki tejjel iszom is három cukorral sokszor. Ez ilyen népbetegség talán. Egy kicsit igen, viszont azt gondolom, hogy ez egy újfajta kávézási szokás, ami abszolút, ami nem is a szokás az új, hanem inkább a módszer. És mert nagyon más a módszer és nagyon más az alapanyag, ezért a kettőt teljesen el lehet választani. Tehát lehet inni kávé cukorra, hogyha
hogyha nem megfelelően van elkészítve, vagy valahol sérül a procedúra, tehát a pörkölés sötét, akkor érdemes beletenni egy kis cukrot, hiszen alapjáraton keserül, itt arra beszélünk. Ezek a kávék inkább savanykásabbak, ugye a különböző savak miatt, amiket aztán át tudunk értékelni ilyen gyümölcsös ízekké, igazság szerint, ahogy az agyunk egy ilyen asszociációs játékként fogja fel. Hogyha eszel egy epret, akkor annak is van egy bizonyos savassága, és erre az agyad emlékszik, hogy milyen volt az az érzés, amikor beleharadta egy epretbe, annak volt egy bizonyos savasság, és a kávénak ugyanilyen savassága van, akkor az eperként fogja fel az agyad, és igazság szerint erről szól ez a fajta kávézás, hogy ezeket a különböző asszociációs játékokat végzett saját magaddal. Ami nyilván tapasztalatra és sok gyakorlásra utal. Így mennyire van ez elterjedve most kicsiny hazánkban? Tehát... hódítja magának a teret? Magyarországon azt gondolom, hogy eredetileg több ilyen specialty kávézó nyílik. Világszinten ez 2% egyébként, akik ezt a fajta kávézó. Ez nagyon minimális így az. Nagyon. Tehát az olasz kávézás a sokkal ismertebb, azt gondolom. Ez a kávézás az olyan, mint a borászat egy kicsit. Az a legközelebbi rokon szakma. Tehát, hogy először az emberek, amikor meglátok egy borászat, és a borász elkezd elmondani, hogy milyen barackos, meg milyen, nem is tudom, almás íze van a bornak, akkor mindenki így megvonja a választ, mondja, hogy jó. Itt ugyanerről van szó. Elmondjuk, hogy epres, málnás, barackos, és mindenki megrántja a vállát. De egy idő után, hogyha belemeszik az ember, akkor ezeket a dolgokat fel tudja fedezni. Tehát nagyon-nagyon kicsi. Ha hozol egy borat, akkor meg tudjuk ezt a kávét is kóstolni. És akkor engedjük, hogy öntsek neked belőle. Tehát ennek a kávének is van egyfajta illata. Igen, azért egy kicsit jobban erősült már, mint így. Igen. Számomra legalábbis. Ugyanaz lesz a módszer, mint a kanalas esetben. Itt is szűcsölni kell. Próbálj meg így szűcsölni. Tehát a levegő a fontos. Így van. Forró lesz okotosan. Hogy ízlik? Nagyon finom. Örülök neki. Tehát tényleg. Ez egy teljesen másfajta kávé, mint amit otthon ünnel a konyhádba valószínűleg. Hát igen, ilyen ízkombinációt én még nem éreztem, tehát pedig sokat járunk kávézókba, de egyáltalán nem. Igen, erre épül tényleg a specialty kávézás, hogy ezeket az élményeket valahogy ők ki tudják nyújtani. És ezt a típusú kávét, ezt miért nem használják a hétköznapokban, vagy tényleg ez annyira speciálisnak számít? Relatívan drágább, mint a kávé, amit a boltban meg lehet venni. A különböző világos pörkölésen nem sokan foglalkoznak Magyarországon, tehát összesen kevesebb, mint 5 pörkölő van egyébként, akik világosan pörkölnek, mindenki más pedig sötéten. A nagy cégeknél, hogyha a boltba be akarsz menni és szeretnél ilyen kávét venni, nem tudsz vásárolni, csak külön kávézók szoktak ilyeneket vásárolni, de online lehet rendelni, ez nyilván megnehezíti ezt a dolgot sajnos. Értem. Illetve nyilván drágább is, tehát drágább, mint mondjuk egy olasz kávét megvenni, mert hogy a farmereknek közvetlen megy a fizetés, és általában ezek ilyen kis farmok Etiópiában, vagy Ugandában, vagy Afrikában, és így próbálják a farmot is erősíteni, és gyarapítani azzal, hogy megfelelő mennyiségű pénzt fizetnek érte, és nem lehúzzák őket konkrétan. Egy világversenyre saját általad választott kávét vissza, vagy pedig van esetleg 2 forduló, ahol mondjuk megszabják, hogy egyszer egy ilyen kávéval kell dolgoznod, a másodjára pedig hozhatod esetleg a sajátodat, igen, be szeretném mutatni a zsűrinek. Igen. Pont így van, hogy a versenyen 2 rész van. Az egyik, amit mondtál, hogy van egy adott kávé, amiből kell készíteni italt. És ez azért nehézség, mert tapasztalat épül. Tehát, hogy van egy órád ezzel a kávéval foglalkozni, kóstolgatod, ízlelgeted és megnézed, mi az a legjobb recept, amit tudsz vele készíteni. Ebből 3-at kell elkészíteni, mindegyiknek ugyanannak kell, hogy legyen. És nyilván ez arról szól, hogy te mennyire értesz a kávézáshoz. A másik rész pedig az, hogy hozol egy kávét magaddal, ami általában egy drágább kávé. Nagyon jó minőségű, nagyon finom, nagyon ízletes, és erre építünk fel egy prezentációt, ami 10 percig tart, és akkor folyamatosan beszélünk és bemutatjuk ezt a kávét. És nyilván nem is nagyon fontos, hogy mind a 3 pontosan ugyanolyan íz legyen, meghatározzuk, hogy milyen íze van, és úgy prezentáljuk a zsűri elé, aki majd megkóstolják, és elmondják, hogy ténylegesen az volt benne ízként, amit te elmondtál, és hogy mennyire finom és mennyire jó volt az az élmény, amit te ott nyújtani tudtál, és ezt is pontozzák, és a kettőnek az összegéből lesz majd egy helyezés és egy pont. Egy ilyen világversenyen a zsűri az
Hogy kell elképzelni? Tehát kiviszik neki a kávédat? Vagy nem, a zsűrik azok itt ülnek igazság szerint előtted, mikor készíted a kávét, itt előttük, pontosan ugyanúgy, mint hogy én most elkészítem a kávét, ők ott ülnek és nézik közben, és hallgatják a tesztet. Ez elkészítés módja is, és maga az előadás mód is számít. Így van, így van. Tehát akkor nekik kell prezentálnod mindent. Így van. Tehát a közönségnek, akik mögöttük van, ők már nem számítanak, csak a zsűri számít. Így van, így van. Ez nem, mint hogyha teremtenénk egy kávézó szituációt, annak a három embernek exkluzívan. Tehát, mint hogyha egy nagyon luxus körülmények között igazság szerint prezentálnánk egy kávét, mint hogyha fizetnének érte, és tényleg utána megkapnák ezt a negyűt. Meg szeretném köszönni, hogy bemutattad nekünk itt a kávékészítésnek a rejtelmeit. Tényleg soha életemben nem ittam még ilyen finom kávét, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm. Nagyon örülök, egy élmény volt, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szervusz.